Tudod, mit kéne? Fel kéne vennem ilyen 10 évente. 10 évente egy Oscar. Nem, úgy értem, hogy most ez jutott eszembe, hogy kéne fotót készítenem, és akkor majd egyszer csak lesz egy fotósorozat, ahogy megöregszik mellettem a ruha. Vagyis én a ruha mellett, mert ő ugyanilyen marad, én leszek egyre idősebb, és ez például milyen jó lenne, nem? Az egész anyaga meg nehéz, szóval, hogy arra emlékszem, hogy nagyon sokat kellett például állni, amíg ott várakoztunk, amíg elkezdődött az esemény, mert nyilván az ismeretlen külföldieket engedik be először, és Meryl Streep meg ilyen 6-7-kor jön, mi meg egykor, úgyhogy addig vártunk az előcsarnokban, és És egy széket se adtak? nem volt szék, és ott tényleg tűsarkú volt rajtam. Van egy gyerekkori naplóm, mert hogy én egészen nem is tudom, mikor kezdtem a naplót, én szerintem ilyen 10 éves lehettem. És úgy kezdődik az egyik bejegyzés, hogy ma péntek van, ma voltam sétálni, és a focipályán voltunk, és ott találkoztam az osztálytársaimmal. A sárga virágos felső volt rajtam, és a farmer szoknyám. Szóval, hogy én így határoztam meg napokat, például, hogy mi volt rajtam már 10 évesen, úgyhogy abszolút az emlékek kötnek engem a ruhákhoz. Ugye a gyerekkorod neked Szlovákiában volt, nagy CP-ben, az, aki te lettél, onnan mi érkezett? A kialakult stílusom az szerintem nagyrészt anyukám. Anyukámnak köszönhető az, hogy mindig próbáljunk meg nőiesek maradni. A magas sarkú nagyon fontos a mi családunkban. A nagymamám egyszer azt mondta, hogy Szandrikám, én nem tudok alacsonyba járni, mert fáj benne a lábam. Szóval az van, hogy nálunk fontos a magas sarkú. És tényleg máshogy érzed magad benne, vagy hogy a nőiességen olyan, mintha egy ilyen 50%-ot így dobna, ha magas sarkú van rajtam. És nekem sosem voltak kényelmi problémáim. Szóval, hogy én a kényelmi szempontokat, azokat valahogy... Ezekben sem, és... Mert azért itt vannak nagyon kemény tűsarkok, annak a feketének például. Igen, de mégis valahogy kényelmes. Jó, ezt nem tudom elhitetni szerintem. Abszolút szeretem a sportcipőket is. Például ez nagyon szép cipő szerintem. Ez a Diane Shoes, és hát nagyon örülök, hogy kaptam tőle egy ilyen cipőt. Nagyon, nagyon kényelmes, és közben annyira letisztult, meg elegáns. Azt gondolom, hogy sokszor választok olyan ruhákat, ami színes, vagy van benne valami meghatározó, valami szembeötlő. Például ez, hogy itt is a színek annyira szeretem. Az az álmom egyszer, hogy olyan lakásban éljek, mint egy álmodóvár film. És ezeket te festetted? Hát igazából kettő van felakasztva, és az volt ugye a koncepcióm, ha már gyerekkoromban sokat rajzoltam, és most gondoltam, hogy karantén alatt mikor máskor vehetném ezt elő, és azt találtam ki, hogy szobarészleteket festek, csak más színekben, és most ahol állunk, ott oda helyezem azt a képet. Egyáltalán nem mondom, hogy ez egy jó festmény, csak a színekkel való kísérletezés az érdekel engem, és ebben most ezt ki tudom élni. És mondjuk ez mit ad neked, tehát azon kívül, hogy kísérletezel? Tehát, meditál. Nekem ez, aha, igen. Általában kalambot nézek közben. Mert az is egy ilyen, tudod, amikor gyerekkoromban a szüleim nézték a kalambot, és akkor én így ott ragadtam, és az apu mindig elmagyarázta, hogy itt most mi lesz, vagy hogy lesz, vagy a nyomozás, tudod, és akkor ezen így végigmentünk így gondolatban, akkor ez nagyon tetszett. Úgyhogy valahogy szerintem gyermeki biztonságot ad, és abban valahogy így megnyugszom, ha egyszer, mint a vasalás, mert akkor be voltunk osztva, hogy a húgom takarítja a fürdőszobát, én vasalok. Neked ez egy ilyen nagyon biztonságos, szép és jó közeg volt? Nekem az az otthon, szóval, hogyha én azt mondom, hogy a hazám, akkor ahol a gyerekkorom van, meg ahol a
a szülői ház, ahol felnőttem, és ez ennyire egyszerűen megmagyarázható, hogy amikor átlépek a határon, és meglátom a szlovák táblát, akkor érzem, hogy otthon vagyok. Akkor valamilyen furcsa, tényleg a fizikai ilyen bizsergést érzek, hogy most otthon vagyok. Nagyon fontos például ez. Ez is egy Zara blúz, csak valahogy hát olyan spontán elegáns. Nagyon szeretem. És van egy nagyon jó barátom, akivel Fica István, akivel szeretek vásárolni. És ő például erőszakoskodott, hogy ezt mindenképp meg kell vegyük. És van, amikor valami annyira színes, tudod, van például ez a pulcsim, amit nagyon szeretek, amire nyilván viccelődve a férfiak mindig azt mondják, hogy megtépette valaki. Tudod, ilyen... Aha, itt a tyúkas. Igen, az, igen, ilyen itt a tyúkas. Ez is az egyik kedvencem. A farmeringeket nagyon szeretem például. És a fehéring még olyan, amiben még mindig abban sem találtam meg azt, ami olyan, hogyha az anyukámra ránézek, és van rajta egy fehéring, akkor azon, hogy ez, anyu, miért áll rajtad ilyen tökéletesen, tudod? És nekem még ez nincs meg. Na mindegy. Benne vagyok, rajta vagyok a keresésem. Anyukád, egyébként láttam, posztoltál közös fotót, ez elképesztően csinos, nagyon-nagyon. Ő nagyon fiatal is, ugye? Igen, 55 évesek a szüleim. Nagyon-nagyon helyes, nagyon csinos, szóval, hogy nyilván megvan, hogy ez honnan jön. Igen. És ez nagyon fontos, vagy hogy ez nagyon meghatározó, hogy mit, milyen képet ad az anya. És ezt a nőies képet tette mindig? Igen. Tehát nálad mondjuk az elképzelhetetlen, hogy így, nem tudom, lemész a boltba egy tréningben? Hát tréningben úgy megyek le, hogy az... Azért az stílusos, most itt lennék. Hát, hogy így összhangban legyen a cipő, meg a felső. Nem azért, mert nem bírnám elviselni, hogy engem kicsit slendriánabbul látnak, hanem nekem akkor érzem magam komfortosan. És ezt nem tudom megváltoztatni, mert ha én ettől érzem magam jól, akkor miért lazuljak le annyira, ami már nekem nem esik jól. Úgyhogy igazából ezt magam miatt teszem. De mondjuk ez a színészetben segít? Hogyne, ez azért jó, mert azt szokták sokan kérdezni, hogy nekem milyen, mondjuk egy forgatás után, vagy egy esti előadás után kilépek a szerepből, és hogy utána még dolgozik-e bennem, vagy mikor tudom letenni, ez egy gyakori kérdés a színészekhez. És én azt szoktam mondani, hogy ha felveszem a ruhát, akkor az vagyok, aki ez a ruha, amikor leveszem, akkor újra Szandra vagyok, úgyhogy nálam például abszolút azon múlik, hogy Máriánál is a testről és lélekről, mert ugye az Enyedi Ildikónak elképesztő az egész ízlése, meg az, hogy ő a gallért a jelenet előtt úgy kellett, hogy megigazítsa, a hajamon a hullámot úgy csavarta, hogy amilyen állapotban van a Mária, és ahogy dolgozik rajta a ruha, a haj, ahogy az egész életre kell, minden, amikor ölt, és olyan finom dolgokat csinált, hogy én abszolút abban határoztam meg magam, hogy reggel felrakták a póthajat, meg volt a sminkem, és akkor a gombok, a kis finom, a ruhának az esése is mind fontos volt, amikor az Ildikó kiválasztotta a Sinkovics Judittól a jelmezeket, és felvettem, és már átalakultam, úgyhogy egy színésznek, vagy én abszolút úgy dolgozom, hogy nagyon fontos a jelmez, mert meghatározza a személyiséget, a karaktert, akit játszom. Ez mennyire érdekes tényleg, hogy annyi mennyit számít mondjuk, aztán majd a filmben ezt mondom, hogy ott hogyan állt a hullám, amit mi észre sem veszünk, de valahogy az összképhez, az mennyire kell. Igen, a Máriánál például abszolút koncepció volt, hogy az elején nagyon egyenes, minden nagyon zárt, és ahogy jön a szerelem, meg ahogy az egész világra így nyílik, egyre így hullámosodik a haja, hogy valahogy így kienged, és szabadabb lesz az egész nő. Igen, ez gyönyörű, ez mind az Ildikónak az egész stílusa, vagy az, hogy hogyan épít fel egy szerepet, hogyan segít egy színésznek felépíteni egy szerepet, és hogyan vezet, mint elképesztő volt nézni, vagy hogy egyáltalán részese lehettem ennek.
színek, ez romani dizájn? Igen, ezt kaptam az Erikáéktól. És képzeld el, hogy mindig ír nekem az Erika, hogyha majd leszek benne egy fotót, és még képzeld, még nem vettem fel, még nem volt meg az az esemény, ahova nem tudom, én szeretek erre figyelmet fordítani, hogy nem csak úgy, akkor most elmegyek vacsorázni az Ervinnel, és akkor felveszem, hanem amikor először kapok egy tervezőtől, egy magyar tervezőtől egy ruhát, akkor szeretem megadni a módját, vagy hogy nyilván, hogy készüljön róla egy fotó mondjuk, és akkor lássák és vásároljanak ott, mert nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy támogassuk a magyar tervezőket, akik szerintem nagyon szuperak és különlegesek és egyediek. Akkor örülök nagyon, amikor elmegyek Csehországba vagy Szlovákiába egy filmfesztiválra, és ott megkérdezik, hogy akkor ez honnan van, meg milyen, meg nekem is kell, ez kifejezetten ez büszkeséggel tölt el. Ez például szerintem egy ilyen alapdarab, ez egy francia márka, Maillet, vagy Mahe, nem tudom, hogy kell ejteni, és ez egy ilyen derék, és ez például nekem egy teljesen egy ilyen alap, bárhova, ha bajba vagyok, sietek, és eseményre kell mennem, vagy felolvasni, vagy bármi, akkor ezt, és ha veszek fel hozzá akár egy fehér blúzt, meg egy bőrcsekit, és egy piros magasarkút, akkor ennyi, szóval, hogy kell legyen valami olyan, ami ha nincs időd, akkor ez tuti befutó. És ez például egy ilyen szoknya. Igen, és akkor van ő, amit egy kicsit át kell gondolni. Ezt sietésben nem jó felvenni. Sajnos jártam már így, hogy egyszer csak azt gondoltam, hogy kész vagyok, kitaláltam a fejben, és nem néztem meg magamat a tükörben, hogy is áll ahhoz, amit kitaláltam. Kiderült, hogy egy számmal nagyobb. Habár most a karantén után látsz, hogy jó lesz. Szabad óráid van? Horgolgattál? Egy. Na persze. Én csak kalácsot sütök. Nutellásat. Szóval, hogy ezt is nagyon szeretem. Azt hiszem, hogy Barcelona, igen. Ha utazol, akkor onnan... Na ez, uh-huh. Igen. Ez nagyon fontos, hogy ezt megemlítetted, mert hogy az oké, hogy egy idő után a nőknek tulajdonképpen az valahol szerintem bajuk, hogy szembe jön a H&M meg az Zara folyamatosan az életedben. Nem szokott annyira zavarni azért, mert amikor elmegyek külföldre, hát most 3 hetet töltöttem Rómában. Az utolsó 2 napomat, azt ha elképzeled, táskákkal rohantam ide-oda, és az volt, hogy úristen, hogy vacsorára, mert mindig pontosan volt a vacsora az olasz családnál, tudod, és az volt, hogy nyelvtanfolyamon, igen, hogy folyamatosan az, hogy csak valami olyat, ami nincs nálunk, és akkor van egy-két francia márka, amit ismerek például, vagy olasz, és muszáj, hogy, és nekem van mondjuk 2 olyan darab, ami tudom, hogy itt nem jön szembe, például ez is egy ilyen francia, és akkor én ettől már nagyon boldog vagyok, és ebből nem is baj, hogy nincs itt a közelben. Mert így nagyon tudom értékelni, maradjon is így. Ahogy te változol, vagy ahogy mész előre, úgy változik a ruhatárad is, vagy azért van, ami állandó maradt? Van, a fekete. Uh-huh. Az nagyon, nagyon fontos, mert sokszor jövök rá, hogy hát Szandra, azért mégiscsak ez a legjobb. Igen, azért, és nagyon, nagyon megnyugszom a feketében. Szóval valahogy ez, hogy ha nem is érzem jól magam mondjuk, lelkileg, akkor is valahogy, ha felveszek egy feketét, akkor valahogy nyugtázni tudom, hogy ez nem olyan rossz, jól van. Te olyan vagy, aki ebből könnyen kijön? Könnyen, ha valamivel lefoglalom magam. Ha elmegyek például futni, akkor az már is jobban érzem magam. Mondjuk az édesség, ez borzasztó, annyira imádom minden édességet. De ez furcsa, hogy egyszer csak ilyen 30, és nem is 30 fölött, hanem konkrétan szerintem 32, amikor azt éreztem, hogy most már nem mindegy, hogy mit eszem. De... Mondjuk anyukám meg a húgom 55 kiló mind a kettő, úgyhogy mindig őket nézem, hogy ez valahogy mégis én inkább az apu vagyok, úgyhogy, de,
csodálatos, hogy a genetika az tulajdonképpen mindent meghatároz, szerintem. Nem? Tudod, hogy küszködhetünk meg minden, de jó, nem de... baj, tök jó minden. Na, ezt akarom mondani, hogy azért rendben vagy. Rendben vagyok, igen. Rendben vagyok, igen. Gyönyörűek. Mesélsz róluk. Igen. Hexon. Nem, ezt azért mondom, mert emlékszem, hogy nagyon drága volt ez a Vivienne Westwood táska, amit Pozsonyban vettem, az anyukám kedvenc egyik butikjában, ahol nagyon jó táskákat árulnak, és például a Hexon forgatási pénzemből vettem ezt. Különböző bútorok és ruhák emlékeztetnek bizonyos filmekre engem. És hát tulajdonképpen az van, hogy mindig, amikor most ne ezt, most mást választál, Szandra, most ne ez, és mégiscsak őt választom. És ez vele van, meg vele. Ez a táska Pálos Hanna barátnőmtől kaptam. Mindenki azt hiszi, hogy egy magazin. És ez is olyan, hogy tulajdonképpen mindenhez megy. Vagy főleg egy farmer bőrdzseké, vagy valami nagyon egyszerűhez, és akkor van valami, ami viszont feldobja. És ez Hongkongból hozta nekem. És tényleg nagyon imádom ezt a táskát. Szerintem ez egy piacon vette kb. Nagyon, nagyon olcsó, csak annyira tetszik, amikor valami ennyire kreatív. Akkor van ez, ami szerintem a piroska megy a nagymamához. Valami nagyon diétás dolgot vihet csak benne, mert más nem fér bele, de... Néhány alma. Néhány alma belefér. Ezt Amerikában vettem, amikor életemben először voltam Amerikában. És ami akkor volt, amikor az Oscar, igen, és nem is voltam máskor Amerikában, viszont ez is nagyon különleges szerintem. És ha ránézek, akkor egy, hogy gyerekkorom jut eszembe, azok a cukorkák, tudod, az a nyaklánc, meg a karkötő, amit meg lehetett enni. Szerintem ugyanolyan színű, mint az volt, meg a nyár. Hát voltak ilyen formájú kis kosarak műanyagból, ha emlékszel rá. És azok volt ilyen kék, meg rózsaszín. Igen. Totál műanyag. Igen. Ez gyönyörű. És akkor van ez a táska, ami Diane von Furstenberg, ich weiß es nicht. Szóval az van, hogy úgy került hozzám ez a táska, hogy Enyedi Ildikót, Diane, vagy Diane meghívta a rezidenciájára, és az Ildikónak adott ajándékba egy ilyen gyönyörű. Szerintem ez gyönyörű, ez nem? Csodálatos az a táska, tényleg. Fantasztikusan néz. Tényleg. De tényleg. Egy művészeti alkotás. És az Ildikó azt mondta, hogy Szandra, hát én ezt úgysem hordanád, elfogadod. És mondta, hogy köszönöm, Ildikó, nem kell, ez túl sok lenne, túl nagy ajándék. Aztán mondtam, hogy jó, Ildikó, akkor elviszem. Soha nem fogom hordani, mert nem tetszik, de... Szóval amikor ezt a táskát látom, akkor például az Enyedi Ildikó jut róla eszembe, ami nekem nagyon jó érzés. Úgyhogy ez az a négy táska, ami különleges, és fontos személyek vagy emlékek kötődnek hozzá, de közben meg imádom őket hordani. Amikor felültél a repülőgépre, és elindultatok az Egyesült Államok felé, akkor egyébként mi volt benned? Ilyenkor az ember mindig arra gondol, hogy biztos ilyen nagyon magasztos gondolatok lehettek benned, hogy úristen, elindultam az 1500 fős községből, és most mindjárt ott leszek a vörös szőnyegen. Nem? Nem voltak ilyen magasztos gondolataim, mivel be voltam két bőröndbe pakolva, Ervin is, és reggel utaztunk volna, és éjszaka megláttuk, hogy törölték a járatot. És akkor velem az történt, hogy a konyhában ültem, és néztem magam elé, és mondta az Ervin, hogy cselekedj, átnézzük, hogy lehet még eljutni, oda fogunk érni, ott leszünk az Oscaron, és meredtem magam elé, hogy tényleg lehet, hogy velem megtörténik az, hogy egyszer kijutok az Oscarra, még soha nem voltam Amerikában, itt van ez a ruha, amit Ervintől kaptam, és hát nem került kevés pénzbe, és hogy
egy gép miatt, egy jeges út miatt le fogom késni, és én lefagytam. És ilyenkor ő átveszi az irányítást? Átvette, szegény, átvette. Csak arra emlékszem, hogy az úton is azon imádkozok, hogy odaérjek, hogy oda fogok érni, semmilyen magasztos gondolat és nyugalom. Közelbe, a környéken nem volt. Végül odaértünk. Én hiszek a gondviselésben. Igen, de azért valahogy így mindig azt gondolom, vagy szerintem így sokan vagyunk így ezzel, hogy a gondviselés azzal bánik jól, aki amúgy azért tesz. Tehát, hogy azért nem csak úgy jönnek. Vagy te mennyire érzed ezt az életedben? Tehát mennyire vagy egy ilyen szerencse gyermeke? Vagy azért mennyire kellett azért mindig tenned, hogy aztán már mindig kellett a gondviselés tennem, abszolút arányosan van ez az életemben. Tennem kell, aztán van gyümölcse. De tennem kell, dolgoznom kell, és akár lázadni is kell, akár eljönni otthonról messzire. Az nagy bátorság volt? Hát azért nehéz ezt elmagyarázni, mert amikor mondtam Nagy Szétényben az általános iskolában, hogy én Budapesten leszek színésznő, akkor aranyosan néztek rám, hogy jaj, Szandrika, jól van, aranyos vagy, és akkor én nekem nem volt kétségem. Én a tévében láttam, hogy Budapest, láttam a híradót, láttam, emlékszem, a Liptai Klaudia műsort vezetett, vagy volt ilyen vicces műsor, amiben így bohóckodtak nagyon sokat, és én ott láttam magam. És ha valamit nagyon látsz magad erőt, vagy érzed, hogy ez meg fog történni veled, akkor már csak küzdeni kell érte, és engem harmadjára vettek fel a főiskolára, szóval nekem nem ment ez annyira egyszerűen. De a Zalaszentgróti táborban két nap után haza akartam menni, mert hogy velem senki se barátkozik, mert én magas sarkút vittem a táborba, ahol mindenki elhazatott. Hát nem, meg így kiöltöztem, tudod, miközben inkább melózni kellett volna, csak én azt hittem, hogy azért kiöltözök, mert végre magyarországi magyarok között leszek. A Máté Gábor leültetett, hogy itt maradsz, és te színésznő leszel, és hogy tanulni kell, meg gyakorolni. Jó, azért egy-egy ilyen mondat, ez mennyit tud jelenteni, nem? Mindent hát tud jelenteni, de nem azt mondom, hogy meglettem volna ezek nélkül, a mondatok nélkül, de az erőt és a kitartást, hogy engem a színművészetire fel fognak venni, ez mindig evidens volt. Nem féltem ettől. És azt is láttad magad előtt, hogy... Nem, mit akartam. Na vajon mit? Azt a vörös szőnyeget ott Los Angelesben azt is láttad magad előtt? Azt azért nem láttam magam előtt, mert soha nem vágytam rá. Erre vágytam a színművészetire, meg Budapestre. Soha. De tényleg? Tehát, hogy egy színésznő, aki színésznő akar lenni, aki meg akarja mutatni, az nem az egész világnak akarja megmutatni? Nem, nekem Budapest volt a világ Nagy Szétényből. Tényleg. Hát ez már egy bátor gondolat volt, és én soha nem láttam se Amerikát. Apukám azt mondta nekem, hogy jól van, hogy most a Katona József Színházban vagy, és? Hát mondom, apu, mondom, ez a Katona József Színház, mondom, ez a legjobb színház. De honnan tudjam, hogy ez a legjobb, mondom. És erre mit mondjak, tudom, mi honnan? Hát mondom, mindenki ezt mondja, hogy ez a legjobb színház. Mennyi a fizetésed? Mindegy, ezt hagyjuk. És akkor azt mondta, hogy jó, de majd ha Hollywood, meg ha majd Amerika, meg majd az. Mondom, apu, mondom, te nem érted, hogy nem juthat el egy magyar színész Hollywoodba? És szerintem az a tudat, hogy az apámnak ez az örök megfelelés, hogy szerintem ez odáig vitt engem. Úgyhogy ez nem az én vágyam. És amikor ott álltam a vörös szőnyegen, akkor éreztem, hogy jó, hát, hogy nem az van, hogy nem örülök. Örülök, de nem... Tehát nem annyira bocsánat, jött, bocsánat, ez inkább... az igazság. Nem tettek erről. Nagyon örülök, hogy ez megadatott meg 70 évesen, ha megélem. Akkor lehet, hogy valami nagy katarzist élek át majd, ha mondjuk a gyerekemnek, vagy az unokámnak elmondom. De nekem nem volt ez a vágyam. De azért nem volt, mert nem igazán belőled jött ez a vágy? Hanem inkább kívülről, és ez... Mert én ennél realistább vagyok. Én kb. Azt érzem, hogy valami, ami összejöhet, arra vágyom,
ami viszont nem jöhet össze, arra nem is vágyom. Hogy ne legyen csalódás. Igen, biztos. Uh-huh. Biztos. Nagyon nem szeretek csalódni. Igen. Abszolút. Ezért például mondjuk a pasizásban, és mindig úgy voltam, hogy ha valaki biztos, hogy nem jöhet össze, soha nem mentem a közelébe se. Mert nem akartam megélni azt sem, hogy egy visszautasítás. Szerintem ezért, hogy én nem is képzeltem ilyet, hogy Oscar, mert akkor nem tudtam volna valamit megvalósítani, amit akarok. Így viszont nem kellett csalódnom. Jó, így viszont ott voltam. Ami nagyon vicces, szóval ez csodálatos történet, tényleg. Hogy választottad ki a ruhát? Füzes Eszter segített, akivel a Drakuli csávtársban dolgoztunk együtt, és az Ervin meg azt mondta, hogy ő szeretné nekem ezt a ruhát megvenni, és ezt ajándékozni. Úgyhogy lett egy, na tessék, megint egy jó kis név, ezt nem hiszem el, szóval lett egy Monik. L Monik ruhám. És egy Dejen. F. És egy Dejen F táskám. Arra emlékszem, hogy egy picit megkaptad kritikában, hogy miért nem magyar tervezőt viseltél az Oscaron. Én azt gondoltam, hogy eleve kikerülök egy sértődést. Például, hogy kit választasz. Hát, hogy kit választasz, igen. És közben meg volt egy olyan érzésem, hogy mikor, ha nem most, egy olyan, valami olyan ruhára szert tenni, ami itt sincs, amire a magyarok is rá tudnak csodálkozni, és azt mondják, hogy lenyűgöző, ami valami nem itteni, tudod? Hogy mégiscsak olyan, amikor nézegetem a fotókat az Oscaron, hogy pontosan oda passzoljon, miközben tényleg annyi Dalarnába voltam próbálni, mert hogy az Ildikónak például a Benesonitáig csinálták a ruhát, meg a Mécs Móninak is, csak valahogy annyira bíztam abban, hogy a Füzes Eszter ezt mondja, hogy figyelj, így kikerülünk minden sértődést, és egyszer lehet rajtad egy olyan ruha, ami igen, nagyon drága, igen, külföldi tervező, és én azt gondoltam, hogy ez egy jó ötlet. És hogy annyi esemény van, amire Pozsonyba is, filmbemutatókra, Csehországba is mindig magyart viszek. Mérő Pétert szoktam például sokszor vinni külföldre, ez egy gyönyörű női és formák. Szóval Szegedi Kata, Elizián, ugye például ezt a Bogitól, ezt kaptam. Bogitól nagyon sok ruhát kaptam. Hát az Európai Filmdíjátadón az ő által a tervezett ruhában voltam. Ez például egy body, ezt is imádom. Annyira gyönyörű. Most mennyi fekete van itt körülöttem? Igen, de ott van azért egy hófehér is. Hófehér. Ezt egy fotózáson viseltem, egy Zóp Kati ruhát, eléggé, hát láttad, de mondjuk nyáron más, tudod, ha nyáron felveszel egy ilyen ruhát, és akkor aláveszel magsz egy ilyen pántos valamit. A fenntarthatóság ugye, hogyha egy picit ide kanyarodunk, azért szerintem abban is rejlik, hogy hiába van sok ruhád, de... Hogy többször felvegyél, egy ruhát. Abszolút benne vagyok ebben. De most nem is érzem azt, hogy szeretnék vásárolni. Hogy az, hogy ne térjünk vissza ugyanoda, ahol voltunk, ez nagyon, nagyon fontos. És biztos, hogy nem szeretnék még 5 farmert. És figyelni akarok ezekre a dolgokra. Azért szeretek inkább egy-egy nagyon minőségi dolgot venni, nem pedig bemegyek a H&M-be, és akkor veszek egyszerre 5 nadrágot, ezt egyébként sem szeretem. Szóval inkább legyen, anyukám is mindig ezt mondja, hogy legyen egy rendes, tudod, és akkor az annak a minősége is... Mert ezt csak megérti az ember, nem? Tehát, hogy amíg a gyerekkorában ezt ajkozza az anyukája, akkor jó anyu, oké, persze. De megérti. És aztán egyszer csak megérted. Igen. Igen. Félelmetes egyébként, hogy mennyire elkezdik szüleink mondatait mondogatni. Nagyon. Ezt mindig észreveszem. Na, de azt meg lehet oldani, hogy mondjuk eseményeken, tehát ugyanazt a ruhát felvett. Igen. Mondjuk az Oscar ruhánál mi lesz? Oscar ruhámmal? Még nem találtam, még nem volt részem, vagy szerencsém olyan eseményhez, ami
amihez illett volna ez a ruha. De képes lennél még egyszer felvenni? Igen. Ha valaki adna hozzá egy nagyon jó melltartót. Ez egy problémás pontja volt. Igen, ez egy problémás pontja volt. Szóval, lehet, hogy majd egy lányom, gyermekem, ki tudja, majd meglátjuk, felveszi valahová, ha én nem. De hát abszolút benne van. De megtartod. Igen, megtartom. Igen. Ez a tulajdonképpen olyan, mint egy esküvő, egy mennyasszonyi ruha. Ez, nektek most lett volna az esküvőtök? Igen. Most lett volna nyáron az esküvőnk, de mivel nem akarok maszkos, kesztyűs embereket az esküvőmön, ezért eltoltuk egy évvel. De a ruhád ez már biztos megvolt a fejedben. Benes Anita, igen, már kitaláltuk, meg kiválasztottuk a csipkét, és most beszéltem vele pont múlt héten, és mondta, hogy mindent elrakok, Szandra, a csipkédet is félreteszem, minden meg lesz, úgyhogy mi így döntöttünk, mert vannak családunkban betegebb emberek, vagy hát akikre vigyázni kell nagyon, úgyhogy én nem szeretném őket beengedni, a rokonokat egy nagyobb társaságba. Jó, de akkor nincs benne, de ez ígyben semmilyen csalódottság. Nincs. Hanem így elfogadod ezt is. Mostanában mindent nagyon elfogadok, biztos lesz ennek majd egy böjtje, de valahogy meg úgy érzem, hogy így meg vagyok nyugodva. Nem vagyok egy nyugodt típus, de most nincs ezzel bajom.